Népi dalok, mondókák segítségével tanulnak a gyerekek Kakasdon a faluházban. Ez a fajta módszertan, amit itt bemutatnak a néptánztáborban, nagyon hatékonynak bizonyul, főleg a kicsi gyerekeknél. Az élvezetes játékok során megtanulják még a nehezebb táncokat is. Több dolog van itt, mint néptánc. Hát igazából arról szól az egész, hogy ezeknek a népi gyermekjátékoknak a segítségével tanítjuk meg a gyerekeket úgy táncolni, hogy nem veszik észre, hogy táncot tanulnak, hanem azt hiszik, hogy játszanak. És hát igazából mindenféle mozdulattanítás folyik, úgyhogy nem csak néptánc, hanem angol keringő is, és akkor mondókák, énekek, főleg népdalok lesznek, akkor mindenféle érdekes dolgokat csinálunk, mint például megtanulnak a lányok egymás haját befonni, hajat fonni, az is ugye fontos a műsor szempontjából. Aztán van mindenféle kézműves foglalkozás, ma például hát tyúkot és bárányt fogunk készíteni, amit hát ugye pont a mai modern világban fontos a gyerekeknek, hogy mert ragasztunk rájuk tollat is, meg gyapjút is, mintha igazi lenne, de hát persze papírból. Hát azért, hogy megtapogassák, hogy milyen is az a toll meg a papír. Hát szokták mondani, hogy de hát falu helyen úgy is látnak ilyet. Hát azt kell mondanom, hogy nem nagyon, csak nagyon ritkán. Az, hogy megfogják a magát a gyapjút, az meg még ritkább dolog, úgyhogy ilyen egész összetett, komplex fejlesztő pedagógia történik itt a szórakoztatás keretein belül. De jó lehetőség ez azoknak a fiataloknak is, akik komolyabban foglalkoznak a tánccal. Az elsődleges célom az, hogy én is táncoktató legyek, mint édesapám, hiszen édesapám nekem nagy példaképem. Most először vitt el egy ittetrál táborba, ahol gyermek táncjátékokat és tánctanulást tanultunk, ez egy módszertan, hogy a gyerekek megtanuljanak játszva táncolni, és nagyon sok kreatív dolgokra és táncra képesek így, és egyáltalán észre sem veszik. Ilyenek például a színek, például tudják, hogy a zöldre tititázni kell, a kékre pedig lábérinteni, úgyhogy úgy fejlődnek, hogy észre sem veszik. A gyerektábor legfőbb célja, hogy közösségben legyenek a gyerekek, ne csak a mai kor játékaival, mint a TV, számítógép foglalkozzanak, hanem az együtt játékokkal eltöltött idő során fejlődjön a fantáziájuk, ügyesedjenek. A mai világban rettenetesen nehéz őket összeszedni, levenni a számítógépről, és én úgy gondolom, hogy ez az a hely, ahol nincs telefon, nincs számítógép, nincs semmi, hanem együtt vagyunk, és a tegnap is azt vettem észre, hogy egy ilyen rákötött a János egy üvegre egy ilyen hosszú kötelet, és az a játék, ami így körbe is ugrálni kell, hogy mekkora örömmel csinálták, és eszükbe se jutott, hogy otthon várja őket a számítógép. Ez a legfontosabb szerintem. A társulat elnöke szerint fontos, hogy egy gyerek minél kisebb korban bekerüljön egy ilyen közösségbe. Nagyon nehéz, aki most jön idősebb, hogy együtt tudjon velünk dolgozni. Ezt meg kell tanulni. Ezt kiskorától a gyereknek meg kell tanulni, és hála Istennek, hogy és elnézik azt egymásnak, hogy mit tudom én, ez nem ehet azt, az nem ihat azt. Ezzel így kell foglalkozni másikkal, meg úgy, ez nagyon fontos dolog az iskolába is. Hát úgy zajlik egy nap, hogy ugye megjönnek ide 9 órára, akkor 11:30-ig tánc van, de hát persze szünetek, reggelizünk, de közben aki nem akar reggelizni, leül ide az asztalhoz, itt ezzel egy foglalkozási lehetőség van. Máma például hoztam nekik ilyen kukoricacsutka babát fogunk csinálni. Az én gyerekkoromban ezt csináltuk, ők nem nagyon. Igen, nem, de én az iskolában, ugye én német nyelvet tanítottam az iskolában, tehát mondjuk a szülők, azok mind az én tanítványaim sajnos a koromat mutatja, de kukoricacsutka, tehát ebből csináltunk mi német órán is babát, és most megtanítom őket is, hogy lehet ám így is játszani. Emellett a bukovinai székely hagyományok őrzése is kiemelt szerepet kap ezeken a napokon, ahogy a faluban mindig. Népdalköre is van a társulatnak, ahol az idősebbek nem csak a népdalokat, hanem sok más tudást is továbbadnak a kicsiknek.